Now turn up. A tanksapkát is lekaptam, vagy belenéztünk a tankba, vagy belenéztem. De elég szép állapotban van, a belsője szép állapotban van, úgyhogy ezt vissza is teszem, hogyha mosom, akkor azért legyen tiszta. Na, viszont ennek az alját lekapom, aztán a gáz cuccot is kiszedjük, a gáz rudazatot, vagy ravaszt, meg mistent, hogy a biztosító hülyeséget ravaszt. Mindent kiszedünk, mindent lipityára szétszerek, kicsontozom úgymond a gépezetet, mert hát mert muszáj. Mert muszáj. Na várjátok, ez a ravasz tavasz, ez jelez egy rudazat tartja, egy fém rudazat, az kilökjük oldalra, aztán kinn is van az is. Jó, és akkor rugó meg itt van, tehát ennyiből áll az egész, meg mindjárt kikapom a mi a fenét is. Mert hát ezt is átcsiszoljuk, meg át, kicsit átdolgozzuk, mert tiszta rozsda, azért nem akarom így majd visszatenni. Jó. Megy a zühintőbe, úgymond. És akkor ezt is, maga ezt a biztosító hülyeséget is szétkapom. Ja, meg a csavarját is kiveszem. Beldom a többi közé. Ezt meg elvileg csak szét kell húzni, úgy tudom. Ha minden igaz, egyik oldalra át tudom húzni. Ha jól tudom, mert ez a biztosító, ezt sose nagyon szedegettem ki még fűrészekben. Valamelyikben nem is volt, úgyhogy nem tudtam mit kiszedni. De úgy tudom, hogy ez így működik. Így, látjátok is szépen. És a oldalt van egy lukacska, ott ki tudod tolni ezt a pálcikát. Aztán ki is jön elvileg, ha minden igaz. Így ne. És akkor, amikor össze van rakva, nemes egyszerűséggel, csak össze kell nyomni ezt a szavaszt. Szóval semmi bonyolultság nincs benne. Hogy? Ja, meg a primer pumpát akkor már, ha itt van, azt is ki kell vennem. Ezt leakasszuk róla. Így, azt nem tudom, hogy most ezt mi fogta itt, vagy mi sem. Két köröm. Van ott egy fém valami? Hoppá, most nézem. Van ott egy fém. A látét talán. Ugye az mi lehetett? Nem tudom, de elég jó rá van állva. Vagy be van állva ott a cucc. Hát majd lehet, hogyha úgy lesz, akkor nem tudom, mit rendelek hozzá, vagy mit sem, vagy mi kell hozzá, vagy mi sem. Hát egy primer pumpa azért lehet, hogy nem ártana. Mert hogyha ezt most én kiveszem, az el fog törni a francba. Biztos, hogy egy kis fülecské eltörik. Aztán onnétól kezdve már cseszhetem. Na, én egy figyeljetek, fogó, kicsit megpróbálom összenyomni. A kis két kart, ami fogja a körmöt, vagy inkább nem is tudom, minek mondjam. Aztán így mondtam, hogy egyik el is törik. Egy az egybe el is tört, látjátok. De hát különösebben engem nem zavar, de alatta voltak ilyen kis tucok. Az égér gyűrű. Hát ilyet se láttam. Ez érdekes megoldás. Az égér gyűrű fogta. Azt hogy a francba lehet onnan kivenni? Hát én egy különösebben nem zavar. Hát, azt vissza. Lesz majd téve a másik, aztán kész. Vagy ez valahogy megoldom különösebben. Hát még lehet, hogy jó is. Mindegy, figyeljetek. Ez nem opció. Bármi meg lehet azt oldani, ott maradjon, jó? Na, kín van ez is. Igaz, az égergyűrű az érdekes, meg egy alátét alatta. Na, akkor a tankot kiveséztük valamennyire. Nem tudom, ezeket a gumituskókat ki tudom-e operálni belőle. Az se lenne rossz kiszednem, hogy akkor már meg tudnám azokat is mosni egy kicsikét. Ha kijönnek persze, de általában azért kiszoktak jönni, az erőszaknak engednek mindig. Ha kijönnek persze. Elég stabil. Kicsit puhák már, de szerintem ezek még... Na, hát rittig nem jön ki. Rittig nem jön ki. Nincs átszakadva a mi a fenéje. Mert ugye általában azzal megy tönkre, nagyon meg van húzva, hát ezt elmondtam, ja, kijött. És ez a kis alátét, ami bele van ide, úgymond, hát sajtolva, vagy rakva, vagy mit tudom, mit csinálva, akkor az ott átszakad itt hátul, aztán itt már semmi értelme nincs, mert csavar nem tart semmit. Nos, az kijött, akkor már kialászom ezt is, ha sikerül kivennem. Nem biztos, de erőszaknak talán engedelmeskedni fog. Nagyon fogó, nem akarom tépni, mert nem szeretném, ha tönkre menne. Már ez még újrahasznosítható. Így, talán mindjárt
kín lesz ez a fránya. Gumi. Na, oké, zsoki. Itt van mind a kettő. Jó, ugye erre figyelni kell, hogy van a, ez a két felső, meg vannak a két alsó. A három alsó, bocsánat. A három alsó kisebb, általában úgy tudom. Na, egyet kiveszek alulról is, úgy is kell majd vennem, ha ki tudom. Egyet ki, megpróbál kivalászok, jó? Csak hogy bemutatsam, hogy hogyan gondoltam én. Na, kint is van. Jaj, ezt a micsodát megint elrakom, mert hogy itt összetörjem, vagy elveszítsem. Na, így mondom, hogy ezek az alsók. Ugye az alsók, ezt már ezelőtt nézegettük, már mutathattam. Egyből meg lehet állapítani az alsónak simába felete, a felsőknek gömbölyebb egy kicsit ez a része, meg rövidebb. Ez az alsó, ami fénybe megy, ezek meg a műanyagban, tankban rövidebbek. Tehát az erről meg lehet állapítani. Tehát alulra általában fénybe megy három, ugye öt a teljes, kettő megy ide, két hosszú, két nagy megy a tankba, meg három megy ebbe a fém alkatrészek közé, ugye fénybe, a blokkba. Közben csavarokat szeregetem ki, csak. Na, figyeljetek, egyszer így félreteszem én ezt a tankot, a tankszervezőt majd valamikor kiszedjük, többi most már tovább nem csontozom, minek. Na, törlés. Itt aztán bebábózódott bogarak, meg mit tudom, még minden van itt. Na, talán tavasszal majd nem kell neki. Ja, mi a fenét kéne lekapni? Ugye a kuplungot? Kuplungot le kéne vennem, tudjátok mit? Milyen be? Nem megyek be. Na, már van olyan hülyeségem, az a, az ütvefúróm, az ütvecsavarlazító, vagy Isten tudja, mi a francia mondjak. Nem tudom, hányas kulcs megy erre, de szerintem talán van olyan, és megpróbálom akkor azzal lekapni. Kíváncsi leszek, leveszi-e. Azt mondja, itt a masinéria. Ugye írtátok sokan, köszönöm szépen utána, és hogy mit kell ezen állítani, meg mit sem. Úgyhogy tényleg köszönöm szépen a segítségeket, mert tényleg sokan még, azt hiszem privátban, még Facebookon is írtatok, úgyhogy köszönöm szépen, mert láttatok a videó, hogy szerencsétlenkedek, ugye ezt mutogattam a század, hogy azt hittem, hogy a század azt jelenti, hogy százason van az aksi. Úgyhogy tényleg köszönöm szépen, de hál' Isten most már azért tudom, hogy kikivel, hogyan és miképp. Na, most ugye a gyertyát benn hagytam, nincs kitámasztva, kipufogó még rajt van. Hát megpróbáljuk, hogy tehát előre kell letekerni. Most ez merre húz? Azt hiszem most hátra megy. Akkor most tolok. Tehát mi a fenét hagyom százason, aztán megpróbáljuk. Jó? Hát, ja. Tartja magát, mit ne mondjak. Pedig előre kell lehúzni. Aztán jó felepörgettem. Na, még próbáljuk. Húj. Még a kamerám is elborult. Persze, a nyigle-nyegle már az állványom. Ja, már mondtam, többször lecserélem. Úgyhogy, ja, most már lehet, hogy nem ártana. Itt lassan itt lesz az ideje, hogy tényleg valamit kezdjek vele, mert ez már szegényem odáig van meg vissza. Hát egy csomó filmben, úgymond a társam. Na figyeljetek, most átnyomom 200-ra. Úgy most jó, most 400-ra, mert bocs. Akkor 200-ra tettem, mert látható a másik rubrika világít. Aztán akkor ismét. Ismét burult az állvány. Bocsánat. De csak nem jön le róla. Hát ez így nem is jó, ez szerintem ahányszor itt megpróbálom, ez folyamatosan el fog burulni. És nem jött le, látjátok? Pedig hát arra kell letekernem, jó felé pörgeti szerintem. Gondolom én. Hihetetlen, hogy mit bír. Így is eddig szerinted a... Előre pörög. Na figyeljetek, 300-on. 300-on van, látjátok, a harmadik rubrika világít. Nem tudom, hogyan kéne csinálnom, hogy megfogjam így, vagy hogy ne buruljon a kamera.
Most akkor mit évvel legyek? Ez brutális a rajd van. Ez brutális a rajd van. Levezetek a rendkerék, hogy megfogtad azt, de nem is, kéne, nem is úgy kéne, vagy mit tudom, olyan kéne ez. De brutálisan fogja, eszméletlen. Megpróbálom így, hogy nem teszem le a rendkereket. Hoppá! Lehet, hogy... De az nem hiszem, hogy oka volt neki, hogy a rendkerék micsoda. Lent volt, ugye az asztalt meg lehet látni, megkarcolt a rendkerék. És meg simán lejött, látjátok? Most akkor... Hát 300-on volt, igen, a gépezet. Ja. 300-on, látjátok? Ott a 300. Na visszateszem 100-ra, nem akarom úgy hagyni. Azért ja. Meg mit ne mondjak, azért megkillódod vele. De lejött az a lényeg. Lehet látni kicsit, valahol fényes, nézzetek. Jön egy kis pereme is, tök érdekes, mintha elérte volna, vagy a franc se tudja. Hát, hogy... Ja, ki tudja, nem üt a főtenge is itt is már. Hoppá! Na, megvan a micsoda is. Tűgörgős kosár. Tűgörgő is, és a lánckerék is megvan. Hát még a lánckerék... Ez a betétkerék nem is olyan rossz, nem is olyan rossz állapotú. Még elég jó állapotban van. Hát igen, láthattátok, azért levette, komolyan mondom már, ez elég gáz, itt beégek ezzel a géppel, értitek, de azért most vagy azért, tényleg mert a néha fene nem engedte átpördülni, vagy nem tudom. Fogalmam sincs, hogy miért csinálta ezt, hogy ennyit kellett facakolni vele, mire lekapta. De levette, az a lényeg, hogy levette. Jó, hát gondolom rá is volt gyógyulva. Hát ugye, remélhetőleg ez nincs. Megragasztva nem volt pedig. Ez szerintem semmi értelme, mert így is ráhúzza saját magát, mi a francnak. Ja, na jó van. Akkor a kuplunktól megszabadultunk. Úgyne, megy a többi alkatrész közé. És akkor a kis alkatrészt is, a kis szerszámot is félredobom. Na, akkor, de viszont itt ezt nem tudom levenni sajnos, mert 13-asja. Akkor a bitem, vagy akkor a kis dugó, meg ehhez sajnos nincs nekem. Úgyhogy azt nem tudom levenni ezzel a géppel. Hát azt csak meg tudom ladítani kézzel. A kuplunktól féltem legjobban, hogy őszinte legyek. Na, és veszem az aksit. Nem akarom olyan sokáig itten fogyasztani az energiát belül. Hát nem tudom, fogyaszt-e vagy nem, de hát az a kis LED világít rajta, ugye az is csak fogyaszt. Na, hát igen. Most aztán ez megszenvedte egy kicsikét a gépezet. De legalább lekapta. Na, megpróbálom. Azt hittem, hogy lejön így mi. Persze. Váltok elég kicsit. Rózsdás ez a rész, kicsit megcsiszolom. Úgy nézem, hogy a menetes rész elég rozsdásnak tűnik. Hát igen, a kuplung levétel, ez mindig érdekes dolog ezeknél a gépeknél. De hát, sikerült, az a lényeg. Na most viszont már gyertyát ki tudom venni belőle, már ugye, már nem kell. Így. Na jó, fekete. Látjátok. Sima. Szerintem egy sima kínai gépezetekbe való gyertya. Jó, megy a dobozkájába. No kérem szépen. Nem is nézte, itt már bekutok kukkantani a dugattyúba, nem látok rögtön. Szorul, ugye érdekesen mozog, de franc se tudja, meglátjuk. Na, kis kitámasztót, belevágjuk. Úgy. Aztán lazít. Hát most ugye kézzel lazít. Remélhető. Oké. Hát azért ez a... Ennyire nincs megrangatva azért ez. Hát Isten is a vékony kis anya.
kis kupos kiképzésű. Gondolom, tényleg a berántás véget szerintem azért tehetnek ilyeneket ide. Na de viszont ide ismét tudok egy kis védét, ide bele. Úgy szivárogjom. Talán könnyebben meglazul majd a vallatásnál. Na hát ugyanúgy visszavágom, aztán ismét a szokásos technikám. Kalapács. Aztán hadd szóljam. Kicsit jobban rátekerem, úgy. Kalapács, aztán hadd szóljon az érzés. Adunk az érzésnek egy picit. Hát ja, mondom, adunk az érzésnek. Ha nem megy, akkor viszont alá kell feszítenem. Ja, a rögzítőt kiveszem elején MyTube-ba. Baj legyen. Ha nem megy, akkor azt csinálom, hogy kicsit itt alulról kicsit adok neki kis feszítést, hogy talán elérünk vele valamit, hanem akkor így jártam. Nézzük. Na? Jött ez ugyan? Olyan tompább lett a hangja egy picikét, azt hittem, hogy jött, de én nem látom, hogy jött volna. Ez stabilan tartja magát. Stabilan. Úgyhogy akkor még kell neki egy kis ütögetés. Vagy pedig, várjátok, kicsit tudok neki még kis védét, aztán hagyom ázni egy pöttyöt. Kérem szépen, még mielőtt ázik, vagy még ázik az a kis anyag, addig mi is öblögessünk egy picikét, jó? Ismételten a jó, jól bevált monsterrel toljuk az ipart, jó? Talán jobban megy a meló. Nos, egészségetekre! Hát feladta leszkét a gépnek, ugye láttátok? A kuplunglevételt. Nem fogom levágni, nem fogom kivágni, hanem meghagyom egyes összességében, jó? Azt akkor látjátok, hogy mit dolgozott a... Közben aztán karburátor alatti tömítést, ezt a puzzle darabot beledobtam a dolgok közé. Az alkatrészek közé. Aztán még ázik ez az utc. Remélhetőleg le tudom benni utána a lentkereket. Utána lekapjuk a kipufogót, aztán szépen sorjába, ahogy szoktam. Jó? Érdekes egy gép, érdekes. Én nem tudom, hogy most tényleg a benzincső eltört, ugye láttátok, de nem hiszem, hogy az élet ez félredobva. Itt más gondok vannak, szerintem majd a szimmeringeknél ott lesz a bibi, az első bibi. Megesenek a karburátornál. Elképzelhető, hogy dugattyú is gáz, lehet, hogy ki tudja, mi baja van neki, meg mi sem. De ez majd mindjárt kiderül, mikor széthúzom a gépet. Addig nem tudok mit mondani, bele nem látok ugye a gépezetbe abszolút el. Azért annyira röntgen szemeim nincsenek. Na, egészségetekre! És akkor lassan folytassuk a melót, jó? Hát lesz mit takarítanom ezen a gépen, az biztos. De hát talán volt ennél már csúvásabb gép is a kezem ügyében, aztán mégis meg lehet oldani, meg remélhetőleg, hogy ezt is sikeresen meg tudom. Hát nem biztos, ki tudja főtengely, nem-e görbe, majd azt is le kell ellenőriznem valami technikával, milyes le tudom venni róla a lentkereket, akkor kicsit valami meg kell forgatnom a gépet, vagy a főtengelyt, hogy nem-e üt valahol, már üt, akkor már bár írtátok, nem tudom, Flinke géphez, a sárgához írtátok, hogy, vagy írta valaki, hogy ezek már alapból görbe főtengelye jönnek ki. Elképzelhető, én nem vitatom. Abszolút nem vitatom, egyértelmű. Hát persze, ugye Kínában, ahogyan szórják össze a gépeket, ugye lehet látni egy-két végén, nem is tudom, hol láttam videót, hogy tényleg szalagmunka megy. Pikpak összeszórnak, nem néznek azok semmit, meg mit tudom, mint a legolcsóbb, leghitfányabb alkatrészeket tesznek be. De hát azért nem tudom, hogy tényleg föltengei görbe, a fene se tudja. De lehet.
Lehet, lehet. Lehet, hogy meghúzzák, lehet, hogy előkészítik, lehet, hogy ez, lehet, hogy az, lehet, hogy ez, meg az, meg elgörpül, meg mit tudom, mit csinál. Én tényleg ezt nem biztosan, mert elképzelhető. Tény és való. És ugye tényleg szórják a gépeket, mint az állat. Aztán plusz az alkatrészeket mellé, mert úgy is tudják, hogy tönkre fog menni nem sokára. Aztán lehet hozzávenni alkatrészeket. Szóval az alkatrészek árából megélnek. Meg nem is az, hogy alkatrészek árából megélnek, de legalább van mihez venni az alkatrészt, úgyhogy folyamatos biznisz nekik. Na mindegy, de hát figyeljetek, akinek úgymond, aki nem akar sokat költeni egy gépre, meg ha tényleg az egy kicsit vigyáz rá, meg mit tudom én, azért elmennek ezek a kínai gépezetek egy kicsit. Persze, mint mondtam többször is, már 25-ször elmondtam, most elmondom 26-szor is, hogy ugye nem erdőre készültek ezek a gépek, nem erdőzni, hogy most egész nap tolni neki. Itthon én karombostosnyági fákat elvagdosni, oda szerintem jó. Na, akkor folytassuk ezt a bontást, reméljük ez a fránya rendkerék most már megadja magát. Na, egészségetekre, aztán szedjük szét. Oké, és akkor itt is vagyok. És akkor kísérletezünk folyamatosan ezzel a lentkerék levétellel, jó? Hát még mindig próbálom feszegetni, nem a húrokat, hanem ezeket a lentkereket próbálom leütni. Így feszegetéssel kicsit megpróbálom megmozdítani, hát ha valahol egyszer csak megmoccan, aztán azt mondja, hogy na, akkor most már lejövök, de hát ugye ez még korán sem biztos. De igen, valamelyik tényleg egy ütés, aztán lent van, valamelyikkel meg el lehet szórakozni egy darabig. Ez ugye gépfügg, a kresszóban aláütöttem. Természetesen lapátokat csak óvatosan, nem bikából. Na, lehet, hogy meglazult, vagy azért ment talán annyira csavarhúzó, lehet ám. Hát nem. Pedig már kezdettem örülni, hogy talán sikerélményem lesz, de nem. Na, megpróbáljuk a kis feszegetés után ismételten ezt a technikát. Na, rácsavarjuk, úgy, né? Halljátok ezt a hülye hangot? Ez olyan hangja van, mint mikor le akar már jönni, de mégse jön le. És akkor szerintetek? Nem is tudom, milyen hangja van. Hát lehet, hogy most, hogy pörgetem ezt a felét a főtengelynek, hát ja. Van benne egy pici. Igen, üt sajnos a tengely. A főtengelyünk üt. Sajnos üt. Hát ez van. Igazán már meg se lepődik az ember. Úgyhogy ez a főtengely, ez szerintem kampec. Remélem nem azért nem jön le róla, ha mi a fene lentkerék. Pedig tisztán olyan hangja van neki, mint mikor elengedi. Ugye ez a fele is ütne. Hát ugye jobbára ezt szokott elszállni, ez a fele, ahol a... Hát egy... Májunkat, én mindig ugye az asztalhoz viszonyítok, hogy kinézek egy valami pöttyöt, aztán ahhoz viszonyítok. Például most itt ez a fekete pöttyi, nem tudom mennyire látjátok. Ide teszem mellé, szépen föntről ránézek. És... Aha, van bent. Sajnos van bent. Na mindegy, nem probléma. Nem, van itt egy főtengelyem. Meg hát tényleg 2000 forintban egy főtengely. Tehát nem egy ördöngős összeg. De akkor is ez a Blackmagic, ennek menni kell. Hát,
Mit ne mondjak? Ez a lentkerék nagyon ragaszkodó típus. Oké, nem, nem volt egyszerű szülés, mit ne mondjak. Itt szétvertem ma mindent. Ilyen fadalabokkal ütöttem ma a tengelyt minden hülyeséggel. Ja, és akkor a végén elő kell vennem már a melegítő gépezetet is. Ez hatott neki egy kicsikét szerintem, mert ugye most áttekertem az anyát, két félfelét elavágtam, és látszátok, úgy nézem mondok, de most olyan meleg, mint az állat. Úgyhogy tudom, nem ez a hivatalos módja a lentkerék levételnek, de tőlem ezt már megszokhattátok, ugye? Úgyhogy no problem szerintem. De azt kéne csinálnom most, hogy ezt valahogyan, hát fogóba kéne levennem, mert én meg nem fogom, olyan meleg. Vagy le se jött? Hát pedig mintha mozgatolni, úgy néz. Na azért mondom. Brutális. Hát szegényen megsínlett a blokkom, ugye eltörted a valami. Úgyhogy hidegvágóval ne szedjetek le hengert, ha lehet. Vagy lentkereket, hát nem tudom, hogy mennyire, de nem látszik rozsdásnak. Én azt hittem, rá van rohadva, vagy valami. Hát ott az égpálya esetleg egy kicsit, mintha rozsdás lenne, nem tudom, mennyire látszik, vagy mennyire, szerintem semennyire. Meg... Várjátok. De állisten az ég. Nem is teszem bele a mi a felnébe, addig jó, addig félreteszem a műanyag dobozba. Ládikában nem tudom, mennyire hőálló. Ott az ég, lehet látni, hogy ő is egy kicsit, mintha kapott volna az élettől. Tehát ilyen kicsit olyan rozsdás forma. Ugye felén se tudja. Na, ez ki is jött egyszerre. Hát, se hiszem. Mennyire meleg ez. Jó, nem annyira meleg, oké. Szerencsére az a főtengely nem melegedett át annyira. Jó, ez még fogható. Hát igen, kicsit ez barbár módszer volt, de valahogy le kellett venni a cuccot, emberek. Nincs mese. Itt bontás van, akkor bontás van. Nincs mese. Na, akkor kipufogó, a kis, jó kis háromlyukas kipufogója, ezt nem is mutattam még, hogy az elején, de, vagyis hát még a csomagbontásom voltak, mutattam, hogy három, ismételten egy háromlyukas kipufogó, épp ezért is érdekel a gépezet, mert hát ezt akárhogy is, de megmentem. Úgyhogy nincs mese, nincs itt mese, meg kell menteni ezt a gépezetet. Ja, hát a szegényem egy kicsit maszatos, dzsúás, de hát kit érdekel? Én is szép a győzelem. Úgy kiveszem ezt a röngtámaszt is, lekapom innét, mert legyen itt. Úgy. És akkor meglazítom ezeket a kipufogó tartó dolgokat itt még alul. Így. Ja, a röngtámaszt lekapom, de legyen ott útba. Úgy. Meg ezt is. Jó, Franco meglazult. Így. Ez nagyon sok minden már nincs rajt, ugye? Oké, na. Ezeket a csavarokat félrerakjuk. Kipufogó. Opa. Ja, hát rá volt gyógyulva a szegényem ez is. Ja. Oké. Hát komolyan mondom. Mindjárt mutatom a henger is, ott a hengertalp is szép, a tömítés is, hát nem tudom, ez eredeti-e vagy nem, a Frán se tudja, de nekem nagyon érdekes ez a gépezet. Hát ezek ott is milyen szép tiszta, mintha, vagy cserélték valamikor esetleg a hengert rajt. A Frán se tudja. Ahhoz képest, hogy a blokk tiszta masza dzsua, a henger az tiszta, szép tiszta, aránylag tiszta, hát a blokkhoz képest. Na, hol van a... Na, mi van? Csavarfeje, na, azért mondom. Úgy, szépen pattant, úgy, ahogy kell. Általában. Úgy. Ezt szeretem hallani, mikor ilyen szép kis pattanós hangja van. Tehát nincs is nagyon megtépve. A lehetségesen volt meghúzva, tök érdekes. Tehát én szerintem lehet, hogy még akkor nem volt bont fel a gép. Mert tényleg minden a kis alkatrésze, minden papírtömítés, amit én általában kiszoktam hagyni, azt a karburátor alatt lévő tömítést, ami ugye bontott gépekben már, amik hozzám kerülnek, már javarész nincsen bent.
ebbe bent volt minden. Mutattam a karburátor mögött, vagy előtti tömítés, attól függ, honnét nézzük. Az is szép állapotban volt az a papír, az a zöld. Hát, mikor milyen színe van, ugye? De érdekes, érdekes egy gép. Na mindegy. Hát jó lenne, nem bontották volna még meg, mert akkor ugye én lennék az első, aki szétszeri. Aki lipityára kicsontozza, ha lehet. Na, talán lejött a négy csavar, mindjárt meglátjuk. Azt mondja, 2, 3, és a negyedik az ott van. Jó van, megvan mind a négy csavar is szépen. Akkor megpróbáljuk. Ojaj! Mondom, megpróbáljuk. Elég jó tartja. Elég jó tartja. Na mindegy, csavarhúzónak engedni fogám. Nincs itt mese, nincs itt mese. Kis feszítés, aztán jó van. Reméljük, nem törik megint semmi. Már elég volt a mai nap. Ó, bakker. Mi a franc van ezzel? Hát ez tartja, mint az állat. Hát az lehet, hogy még gyárilag, ahogy össze lett rakva, az úgy is van az a gép. Azért... Hát brutális mit fog. Brutális. Ott tudnék úgy aláfeszíteni, nem akarom, nagyon baj legyen, mindeddig van. A blokk darab már letörött, ugye. Úgyhogy már nagyon-nagyon nem akarok letölteni róla semmit, ha egy mód van rá. Hát ja. A francba tudnám. Kicsit gumikalapáccsal, le. Ja, más nem tudok csinálni, bocsássatok meg, ezt most... Azt, oda nézzetek! Brutális mit fog ez a tömítés. Hát itt azt a tényleg nem volt fas. Az biztos. Az 100%, hogy ez a gép, ez nem kapott... A hengertalp alatt az tuti nem kapott semmilyen fasot. Az 100%. Hihetetlen, hogy megfogta. Atya úristen. Hát nem merem feszíteni, hogy jó szinten legyek. Nem merem egyszerűen feszegetni. Hát ez komolyan mondom, ilyen nincs. Pedig hát kivettem mind a négy csavart. De ennek azért már ne kéne, hogy pottyanjon róla. Nem hiszem, hogy komolyan mondom. A lemezeknél nem nagyon merem ütni, mert olyan vékonyakat eltörik egy az egybe. Hát nem hiszem, hogy ezek a dugót letekerem a minimára. A legalsó holdpontra. Hát ez nem jön le. Ilyet? Ajaj. Hát komolyan mondtam, hogy most akkor mi a francot csinálják vele? Ezt egyszer törlés itt.